Nagyon jó érzés, hogy Magyarországot képviseltem ezen a versenyen. A legjobb három közé szeretnék jutni. Persze, hogyha már értem a legjobb háromat, akkor törekszek az első helyre. Tapasztalatot szeretnék gyűjteni, és amit Sián is mondott, azokat betartani. Tökéletesen, hisz ugye 3 hét van még az EB-ig. Ugye nekem otthon nem sok partnerrel tudok küzdeni. Itt viszont ugye vagyunk 90-en, itt akad azért partner. És mind az a jó, hogy mind más technikával és úgymond észjárással küzdenek, és ebből nagyon sokat tudok tanulni. Hát van bennem egy természetes izgulás, de igazából majdnem minden verseny előtt. Itt talán egy kicsit jobban. Nagyon örülök, hogy képviseltem Magyarországot. Hát szeretnék nyilván első lenni, vagy dobogóra felkerülni, de mivel ez az első évem, ezért még lesz időm ezt teljesíteni, ezt a célt, de azért nyilván beleadok most is mindent, hogy elérjem a céljaimat. Szerintem elég jó a felkészülés, jó az edzőm, és a csapattársakkal is jó, hogy így tudunk együtt gyakorolni. Ez a nap ez azért is teljesen jó, mert olyanok ellen is tudok küzdeni, meg olyanokkal is tudok gyakorolni, akikkel amúgy nem, és több edző is itt van, aki tanít és segít felkészülni az Európa-bajnokságra. Hát először is nagyon örülök, hogy kijutottam végre életem első Európa-bajnokságára. Nyilván van bennem egy egészséges izgulás. Nagyon szeretnék dobogós helyezett lenni, talán meg is nyerni, de ha ez nem fog összejönni, akkor nem leszek szomorú. A főbb céljaim az, hogy ebből a versenynek a segítségével tapasztalatot és rutint tudjak szerezni a karatézásban. Szerintem a felkészülésem az rendben volt, az edzések jók voltak, az edzővel, illetve a csapattársaimmal könnyen együtt tudtam működni. Ez a nap nagyon sokat segít számomra, mert ennek a napnak a segítségével tudom így modellezni a küzdelmeket, ez is ad egy tapasztalatot a küzdelembe számomra. Így amit így gyakoroltunk így edzéseken, az a térd meg a Maigerik voltak, meg a támasztások és az oldalra mozgás. Úgy gondolom, hogy karatésként nem lehet ez máshogy állni, mint hogy bajnok leszek. És úgy gondolom, hogy ez egy teljesen reális cél, ugyanis idén U20-ban tudok indulni, tehát csak a 19 és 20 évesekkel fogok versenyezni. Az előző Európa-bajnokságon második lettem, most viszont szeretnék a dobogónak a legfelső fokára felállni. Én úgy gondolom, hogy ez a felkészülés nagyon jól sikerült, mivel február közepén volt egy magyar bajnokság, ami megmutatta azt, hogy miben kell nagyon sokat fejlődnöm, és mi az, ami jó. És voltak olyan hibáim, amiket most már ki tudtam javítani, és nagyon várom azt, hogy látszódjon a különbség a február közepei és a most június végei eredményem és a teljesítményem között. Nagyon jó az, hogy ez pont 3 héttel van az Európa-bajnokság előtt, ugyanis ilyenkor már a formábahozás kezdetén, a vegyes időszak legeslegvégén állunk. Ilyenkor már ugye képességeket nem lehet felhalmozni, hanem csak össze kell egyeztetni mindent, és az a cél, hogy a legeslegjobb formádat hoz ki, és ez még itt rá tud mutatni esetleg a kisebb hiányosságokra, vagy abban, hogy miben fejlődött az egyén, és igazából a legjobban a szellemet, a lelket készíti fel a 3 hét múlva Európa-bajnokságra.